Köszönöm, kedves nézőket, a bronzmérkőzésen fehér sapkában az Egri csapat, és kékben a győriek. Gyorsan a játékosok a fehéreknél, az egrieknél egyessel Túri Dorottya, kettessel Gálic Zsófia, Párkány Réka, Liberc Brigitta, Molnár Daniella, a csapatkapitány ötösben, Hornyás Stella hatos, Varga Dominika hetes, közben a hatást tanították a támadást az egriek. Kékesi, Varga Dominika 8-as, Kékesi Borbála 9, Bódi Fruzsina 10, Borsi Ilona 11, Racska Lilla 12, Jancsó Patrícia és Katona Zsófia a kispadon. Közben egy újabb győri támadás következik, ahol egyessel Kis Emőke, kettessel Farkas Adél, Horváth Dorina, Horváth Adrien, Vasari Julianna ötössel, Kis Petra hatos számban, Mekotta Bernadett héttel, Antalóci Dorka 11 és Kuruc Kata a csapatkapitány 13-assal. Közben az egri kapusnál már a labda, így az egriek támadhatnak. És egy labdaszerzés Kuruc Katától, ha minden igaz, így van. Nagyon szépen helyezkedett ki a két támadó közé, és megszerezte a labdát a vendégek 13-asa, de megúszni nem tudnak. Kuruc Kata a labdával távolról lő egyet is, bele kell, hogy érjen Túri Dorottya, így sarokdobással jöhetnek a győriek, akiknek a kispadján, ha nem mondtam volna, Kutasi Rómeó irányít. Sarokdobás, ki kell vinni oda a szélére, jelzi is a játékvezető, aki nem más, mint Ádám Frank, a túloldalon pedig Sipos Dávid fújja a sípot. Kuruc Katát szorongatja Párkány Réka, szabaddobást kap a vendégek 13-asa, centerben Vasari Julianna, őt Bódi Fruzsina őrzi, és le is szerelik együttes erővel, Kékesi Borbálával, így támadhatnak a fehér sapkás egriek. Kékesi Borbála úszik a labdával, centerben Bódi Fruzsina megkapja a labdát, és egy faltot tud csak kiharcolni Kuruc Katával szemben. Itt 11-esben Borsi. Mekkora lövés volt Borsi Ilonától, ezt elvállalta, beleért még a vendégek kapusa Kis Emőke, és a kapufára tolta ezt a lövést. Eks. 11-essel Antalóci Dorka a labdával, őt Borsi Ilona zavarta, közben Kuruc Kata próbál meg labdát kérni, meg is kapja. Bódi Fruzsina szorításában egy keresztpassz a túloldalra, és egy centerpassz a vége. Kettessel Farkas Adél választotta Vasari Juliannát, akit sikerül leszerelni. És tízessel Bódi Fruzsina hozhatja a labdát, aki indítja hosszan csapattársát. Hátul ötösben Molnár Daniella a csapatkapitány, azonban a lövés hatástalan, marad a labda az egrieknél. 11-essel Borsi Ilona jön be centerbe, a másik 11-es Antalóci Dorka őrzi, közben 5-össel Molnár Daniella is megérkezik, és az a lövés ismét csak elkerüli a kaput, így a győriek szövegetetik a támadásukat. A mérkőzés eddig 0-0, tehát gólt még egyik csapat sem szerzett, 1 perc 34 van hátra az első negyedből. Kettessel Farkas Adél Párkányi Réka szorításában. Kuruc Kata, ő volt az, aki belépett ember elé, azonban csak egy szabad dobást tud kiharcolni Molnár Daniellával szemben. 7 másodperc a támadóidő, túloldalon nagy birkózás kettesben. Így van, Farkas Adél, Párkányi Réka pedig kiáll, nem tudta szabályosan fogni a vendégek kettesét, Farkas Adélt, aki ezt az emberelőnyt hamar gólra is váltja, így 1-0-ra vezetnek a győriek. Egri támadás, kedves nézőink, Molnár Daniella a labdával. Ott van egy betörés, 9-essel Kékesi Borbála lépett be az emberek közé, és büntetőt harcol ki. A büntető hibát pedig az 5-ös számú Vasari Julianna kapja. Őt látták szabálytalannak a játékvezetőt,
játékvezetők is, Kékesi Borbála a sértett az, aki odáll a büntetőhöz, Kisemőkével néznek farkasszemet, és Kisemőke két kézzel ér bele ebbe a lövésbe, ami utána a kapufáról csak bevászorok valahogy a kapuba, ezzel a büntetővel egyenlítenek a hazaiak, a fehér sapkás egriek. Érezte a kapus az irányt, de az erős lövés nem tudta hatástalanítani. Jönnek is szorosba az egri lányok. A vendégek próbálnak meg. Ötössel Molnár Daniella őrzi szigorúan a vendégek 13-asát, Kuruc Katát, és egy szabad dobást ki is harcol a vendégek 13-asa, azonban belül volt 6 méteren a falt, így ezt nem tudja ellőni. Visszakapja újra Kuruc Kata. Most már talán lőhető lesz. Igen, Kuruc Katán a labda, és ezt lőheti, ezt a szabad dobást el is vállalja, azonban kapufát találja el, és Túri Dorottya kezei között landol a labda. Le is fordulnak a fehér sapkások. Kapás oldalon Kékesi Borbála a labdával visszaforgatja a hármas számú Párkányi Rékának, aki beveszi a vendégek kapuját, és fordítanak az egriek. 24 másodperccel az első negyed vége előtt 2-1-re vezetnek a fehér sapkás hazaiak. Egy nagyon szép ejtést láthattunk Párkányi Rékától. A győrieknek maradt még 24 másodpercük ebben a negyedben, hogy egyenlítsenek. Valószínűleg Kutasi Romeónak is ezek a tervei a parton. Farkas Adélnál volt a labda. Kuruc Katát próbálják megkeresni általában. 11-esre pedig Antalóci Dorka centerben, de Molnár Daniella ölelésében nem sok mindent tud csinálni. Ez a passz egy picikét hosszú volt. Lejár közben a negyed, még megpróbálkozott az egy kapusa egy lövéssel, de elkerülte a vendégek kapuját. Így az első negyed vége után 2-1-es egri vezetést láthatunk az eredményjelzőn. Nagy csata, jól védekeznek a csapatok, ez látszik is, hogy csak 3 gól esett a mérkőzésen, és ez ugye ez a mérkőzés már a bronz éremért folyik, ez a csata. Az előző mérkőzésen az pécsiek szerezték meg az 5. helyet, a Debrecen a 6. helyen végzett, itt pedig a bronzért csatáznak az egri és a győri lányok. Kutasi Rómeó még próbál instrukciókat adni a lányoknak, az egriek már csordogálnak vissza a ráúszáshoz. És Faragó Tamás közben a zsűriasztalnál Hess Máté mellett, ugye dr. Faragó Tamás, aki egyébként a döntőnek az egyik játékvezetője lesz. Azt hiszem, hogy ez igazán nagy megtiszteltetés itt mindenkinek, hogy ő fogja a döntőmérkőzést vezetni. Ugye tavaly is Merkeli professzor úrral együtt vezettek férfi mérkőzést, és Faragó Tamás ő fantasztikus hangulatot teremt még a partról is a medencében. Közben a győriek is felállnak lassan a ráúszáshoz. Hazai oldalon Párkányi Réka, a vendégeknél pedig Horváth Dorina lesz az talán, aki a labdára úszik. A két hármas csatázik a labdáért, így van. Tehát Horváth Dorina a győrieknél és Párkányi Réka az egrieknél. A labda már a vízben. Hát Párkányi Rékának ezt viszonylag könnyen megoldotta ezt a feladatot, így az egriek támadhatnak a következő gólért. Centerben nagy csata. Kuruc Kata birkózi Párkányi Rékával, és közben egy labdaszerzés. Molnár Daniellától vette el a labdát Vasari Julianna, aki tovább úszik a kapura, de nem végezte el ezt a szabaddobást, jelzik a játékvezetők, így meg kell állnia, hogy elvégezze. Ott egy betörés a túloldalon és egy kiállítás. Nagyon szépen csinálta a vendégek kettese Farkas Adél. A hazaiaknak a 6-os számú vagy 8-as számú játékosa. Visszakapja Farkas Adél ezt, mintha már láttuk volna, és gólt is szerez. Igen, 8-assal Varga Dominika volt
a kiállított játékos, és Farkas Adél a sértett gólra váltja ezt az emberelőnyt, így egyenlítenek a kéksapkás győriek, a Széchenyi István Egyetem csapata. Kettő-kettő a mérkőzés állása, 4 perc 22 másodperccel a második negyed vége előtt. Hazai a kapusát a nap is egy picit zavarja, ahogy nézem, de hát nyitott medence már csak ilyen. Vasari Julianna szorításában Varga Dominika centerezik, meg is kapja a labdát, és a játékvezetők egy kiállítást ítélnek. Az egriek jöhetnek emberelőnyben, Vasari Juliannának kell elhagyni a medencét. Párkányi Réka tovább forgatja a kapásra, visszakapja, hát ez már valószínűleg lövés lesz, így van, Párkányi Réka lövése utat talál a hálóba, talán még beleért ki Semőke, azonban védeni már nem tudott, így újabb egri gollal, egri előny a találkozón, beleért igen ki Semőke, azonban a kezéről a hálóba kötött ki a labda, egriek pedig sort cserélnek. A győrieknek három cseréjük van, az egrieknek azért bővebb a keret, ez a találkozó folyamán az egrieknek kedvezhet. A győriek pedig az egyenlítésért támadnak. Szépen védekezik Kékesi Borbála. Bódi Fruzsina faltolta le ellenfelét, Kuruckat a centerben, próbálja megforgatni ellenfelét a 7-es számú Hornyák Stellát, azonban ez nem sikerült neki, egy szabad dobásra volt elég ez az akció. Nem nagyon elég statikus a vendégcsapat, egyedül a szokás szerint már mondhatnánk Farkas Adél az, aki akciózik és ismét kiharcol egy kiállítást 12-essel, Racska Lilla az, akinek el kell hagyni a medencét. Üresen viszi kapura a labdát a vendégek játékosa, és a végén egy szögletet sikerül kiharcolnia. Hát ez egy elég komoly helyzet volt Kis Petrától, Kis Petrának, a lövése azonban nem került a kapuba, Túri Dorottya a kapufára tudta még segíteni, de marad a labda a győrieknél, akik sarokdobással jöhetnek tovább, Horváth Dorina hátul. Nem támadják meg, visszaadja Kis Petrának, Kis Petra középre adja a labdát, azonban ott Kékesi Borbála szorításában Farkas Adél ebből már nem tudott eredményes lenni, így az egriek jöhetnek ismét. 2-essel Gáli Zsófia kérte volna a labdát, de nem őt választotta a kapus. Egy távoli lövés és egy hatalmas gól. 9-essel Kékesi Borbála bombázott Kisemőke kapujába. Hát ez egy nagyon vétetetlen lövésnek tűnt innen. 4-2 az egriek javára a mérkőzés. Egy távoli bomba, ami gyönyörű szépen a hosszú sarokba helyezett el Kékesi Borbála. Ezzel megszerezve csapata negyedik gólját, és 2 gólos előnnyel folytatódik a mérkőzés. Itt egy szabad dobás. 5-essel Vasari Julianna, akit Bódi Fruzsina akadályozott meg abban, hogy kapura törjön, Kuruckata elindul, Hornyák Stella szorításában. Fogytán a támadődő, 7 másodperc. Farkas Adél centerben meg is kapja a labdát, azonban bele húzza a labdát a védője Racska Lilla kezébe, így az egriek jöhetnek újabb támadással. Egy győri falt, jöhetnek az egriek tovább. Hornyák Stellát faltolták le, és Kuruckata közben Bódi Fruzsinát szereli le bekben. Nem volt ez egy rossz centerbejátszás, azonban Kuruckata megelőzte támadóját és megszerezte a labdát. Így zárkózhatnak a győriek 1.43-mal a negyed vége előtt. Egészen távolról, de a kapu mellé száll Kuruckata lövése, aki nagy birkózásban közben Bódi Fruzsinával. Gálit Zsófia megúszott itt a rossz kézen, most kapja a labdát, nincs rajta védő. Túloldalt választja üresen, és kapufa, sajnos kapufára lőtte a labdát a 12-es Racska Lilla. Nagyon komoly kis Racska Lilla, bocsánat, nagyon komoly helyzet volt. Átment a labda a kapásra, azonban a lövés nem ért célba, a kapufán csattant. Itt már 11-essel Antalóczi Dorka, és az ő lövését Túri Dorottya
hatástalanítja, de egy egri szabálytalanság után marad a labda továbbra is a kéksapkás győrieknél. Kuruckata próbál meg itt elindulni, itt egy forgatás, és egy faltot ér Vasari Julianna mozdulata, Gárdi Zsófia akadályozta meg. Kuruckata kapja a labdát, Rocska Lilla szorításában visszaadja Vasari Juliannának, aki szabad dobást próbál kiharcolni, 5 másodperc, 4, egy távoli lövés, és egy gyönyörű blokk, Rocska Lilla kezei hal el ez a próbálkozás, ez a győri próbálkozás, így 40 másodperc van még a negyedből, támadhatnak a 3 gólért az egri lányok, Rocska Lilla hozza a labdát. Centerben Bódi Fruzsina, Farkas Adél szorításában Kuruckata visszahúzódik, ne lehessen bejátszani a labdát. 12-essel Rocska Lilla, lövését azonban blokkolják a győri játékosok, így 16 másodpercük marad még támadni a győrieknek. 10 másodperc még hátra, egy jó passz és egy büntető. Kuruckata harcolt ki büntetőt, Hornyák Stella volt az, aki a hibát elkövette. Közben a győrieknél Vasari Juliannának már 2 hibája van, neki vigyáznia kell a továbbiakban. 8 másodperccel a félidő előtt büntetőből jöhetnek közelebb a győriek, és nem is az, hogy közelebb jönnek, hanem a kapus fogja elvégezni, amennyiben betalál, akkor már is döntetlen az eredmény. Nézzük, kis Emőke be tudja venni Túri Dorottya kapuját, kis Emőke, és Túri Dorottya ezt gyönyörűen védte ezt a lövést. Üres a kapunk. Megkapja a paszt Gári Zsófia, és nagyon nagy blokk volt, 5-össel Vasari Julianna a kapura tartó labdát ki tudta még ütni, így marad a 4-2 a második negyed végén, az egriek 2 gólos előnnyel várhatják a folytatást. Ezután a meccs után ugye a női döntő fog következni a Testnevelési Egyetem és a Szeged csapatai között, majd jönnek a fiú mérkőzések még, hát a mai napra, ha jól számolom, akkor 3 darab mérkőzésünk maradt még. Vízilabdás maraton mondhatnánk ez a mai nap. Kutasi Róma utasításai, túloldalon pedig Jancsó Patrícia próbál meg instrukciókat adni a lányoknak. De Kutasi Rómának úgy látszik, hogy több mondani valója van. Nem hiába, mert hátrányban a csapata. Megszólalt a kürt, az egriek már készülődnek a ráúszásra. Párkányi Réka, akárcsak az eddigiekben, ő fog a labdáért úszni hazai oldalon, míg vendég oldalon előbb-utóbb meglátjuk, hogyha felállnak a győri lányok, hogy ki lesz az, aki vállalkozik arra, hogy elhozza a labdát. Az egriek 3-as számú játékosa, Párkányi Réka elől. Jönnek a győriek is már. És ha jól látom, akkor a 2-es számú Farkas Adél fog csatázni Párkányi Rékával az első támadás jogáért a 3. negyedben. El is indultak a hölgyek, Párkányi Réka és Farkas Adél csatája. Párkányi Réka maga biztosan akár csak az előzőekben elhozza a labdát, így az egriek vezetetik a első támadásukat a 3. negyedben. Varga Dominika centerben, itt egy váltás kapás oldalon. Egy távoli próbálkozás, 5-össel Molnár Daniella csapatkapitány gondolta úgy, hogy távolról megpróbálja bevenni kis Emőke kapuját, azonban próbálkozása sikertelen volt. Túloldalon már Kuruckata próbált meg
kiharcolni valami kis előnyt, de Molnár Daniella megakadályozta ebben. Farkas Adél, aki betörése után üresen marad a túloldalon, a hetes számú Mekota Bernadett, és büntető. Büntető lesz a vége. Négyessel Liberc Brigitta, őt látták a játékvezetők szabálytalannak, így büntetőhöz jutnak a kéksapkás győri lányok. Ismét egy kapus próbálkozás, így van. Második nekifutásra nézzük kisemőkének sikerül-e túljárni kolléganője Túri Dorottya eszén. Ha amennyiben sikeres lesz a próbálkozás, egyenlítenek a kéksapkás győriek. Nézzük. És ezúttal sikeres volt a két pontos kísérlet büntetőből, kis emőke góljával 4-4 az eredmény. 4 perc 21-el a 3/4 vége előtt egyenlítenek a győriek, kezdhetnek mindent előről az egri lányok, mármint az előny kiharcolásában. Varga Dominika centerben, Antalóczi Dorka, ismét egy távoli lövés, Molnár Daniella volt az talán ismét, de kisemőke most már ezekre fel van készülve, és Kuruc Kata próbált megugrani, de Molnár Daniella őrizetében ez nem sikerült neki. Mekota Bernadett a labdával túloldalon. Kuruc Kata lefaltolja őt Borsi Ilona. Center nélkül a győriek, fogy az idejük is már a támadásból. 10 másodperc, most egy beindulás a 11-esbe. Antalóczi Dorka próbál meg előnyt kicsikarni, azonban nagyon jól védekezik 11-esbe Borsi Ilona, is le is járt a vendégek támadó ideje, így úszhatnak vissza a kéksapkás győriek, azonban lefordulni nem sikerül a fehérsapkás egrieknek. Molnár Daniella ismét, őt megtámadt ötösben Vasari Julianna, és le is faltolta őt, de Molnár Daniella kiesik, kiejti kezéből a labdát, így megszerzi ezt Vasari Julianna, és a győriek a vezetésért támadhatnak a 3/4 harmadik percében. Lehet, hogy csak a második, mert még 3 perc van hátra, egy falt, egy center pass, és ez csak egy sima falt. Mekota Bernadettet faltolta le Párkányi Réka, hátul a labda, Kuruc Kata próbál meg Borsi Ilona ölelésében ott akciózni, sikerül is megforgatni, azonban fogta a ellenfél fürdőruháját szemmel láthatóan, ezt a játékvezetők is észrevették, és támadó hibát ítéltek. Nagyon helyesen Kuruc Kata ellen, közben cserélnek menetből az egriek, egy hatalmas védés, Borsi Ilona meglépett emberétől, jó labdát kapott, de kisemőke nagyon szép mozdulattal védeni tudta ezt a próbálkozást. Így többen védekeznek most a győriek, mert csere után még most úszik fel az egriek játékosa, a 9-es számú kékesi Borbála, aki nem is sokat gondolkodott, ahogy felért, megkapta a labdát is távolról, megpróbálta bevenni kisemőke kapuját, de kisemőke ebben a negyedben, ahogy szokták mondani, mint a zöld festék, ugye, mindent fog. Ott megint egy nagy birkózás Kuruc Kata és Borsi Ilona között. Farkas Adél kapja a labdát, Kuruc Kata nem tudott elszakadni. Mekota Bernadett próbál még beállni, idő már lassan lejár, 2 másodperc, itt lőni kell. Farkas Adél el is vállalja, azonban ez egy könnyű védés Túri Dorottyának. Ki volt kiszorított helyzetből, nem volt már ideje, kénytelen volt rájönni ezt a labdát. Egy kényszerlövés volt, amit védeni tudott az hazai a kapusa. Kuruc Katával megy be Borsi Ilona, közben egy labdaszerzés, Vasari Julianna, ha jól látom, így van, ő szerelte le kékesi Borbálát, vagyis vette el a labdát, és megpróbál lefordulni, beúszik elé, kiforog, azonban felé lövi ezt a helyzetet, így nincs győri vezetés, ismét az egriek támadhatnak, és kékesi Borbála meg is lépett, Kuruc Kata próbált, nagy szerencséjük volt, az előre váltott, és egy rövid passz után Borsi Ilona elől megszerezték a labdát, így ismét a győriek támadhatnak, a kapusnál a labda, 1 perc 16 van a negyedből, Farkas Adél próbálkozik itt akciózni a 8-as számú Varga Dominikán, azonban nem hallotta a vendégek kettese, hogy szabad dobást ítéltek a játékvezetők, és ellőtte a labdát, így az egrieknél a lehetőség, hogy átvegyék ismét a vezetést,
Ott egy kisebb birkózás középen, ötösben Vasari Julianna próbálta Párkányi Rékát megakadályozni. Kuruc Kata és Kékesi Borbála csatája. Megkapja a labdát Varga Dominika, egészen egy centerpassz Párkányi Rékának. Párkányi Rékát ketten őrizték már. Van még 18 másodperc, ami elég soknak tűnik, mert elég viszonylag régóta támadnának az egriek, úgy tűnt. Ellövik a labdát, véd a kapus, és kis Emőke hárította ezt a próbálkozást 44 másodperccel a vége előtt, így már Kuruc Kata támadásban. Kutasi Romeo pedig mondja, hogy ezt nyugodtan játsszuk végig, akkor már sok ideje nem lesz visszatámadni az egri csapatnak. Mekota Bernadettnél a labda, őt zavarja 11-essel Bors Ilona. Farkas Adél próbál meg ellépni emberétől. Kuruc Kata próbálna meg szabaddobást kiharcolni, azonban ketten is rá ugrottak, és lejár közben az idő. Mekota Bernadett már nem tudta lövésre lendíteni a kezét, mert lejárt a támadó ideje csapatának. Bors Ilonánál a labda. Párkányi Réka kapja hátul. Párkányi Réka szabaddobást harcol ki. Varga Dominika, Varga Dominikán a labda, és itt már nem lesz idő semmire, mert közben lejárt a harmadik negyed. Hát, hölgyeim és uraim, egy roppant izgalmas mérkőzés ismét, 4-4 a harmadik negyed végén a bronzcsata. Aki megmondja, hogy mi lesz itt az eredmény, annak gratulálok így ebben a felállásban, mert én azt gondolom, hogy mind a két csapatnak ott voltak a lehetőségei, de egyenlőre nem tudott vele még élni semmelyik, hogy ellépjen a másiktól, így 4-4 az eredmény. Stabilan védekeznek a csapatok. Mind a ketten nagyon jól megszervezték a védelmüket, jól védenek a kapusok. Egy-egy egyéni akció az, amiből igazából helyzetbe tudnak kerülni a játékosok. Na még egy negyed, és kiderül, ismét büntetőpárba elé nézünk-e, vagy a bronzot valaki rendes játékidőben is meg tudja szerezni. Hosszabban átbeszélik még a dolgokat itt a utolsó negyed előtt az egrieknél. Szokás szerint Párkányi Réka már ráúszás pozícióban. Kékesi Borbála úszik majd mellette, míg a vendégeknél valószínűsíthetően Farkas Adél fog ismét próbálkozni. Ugye 4-2-re vezettek a hazaiak, majd egy büntető után, amit a vendége kapusa értékesített, 4-4 lett az eredmény, és azóta nem esett több gól a mérkőzésen, így 4-4-ről vágunk neki az utolsó mindent eldöntő negyednek, és ahogy sejteni lehetett, Farkas Adél fogja megpróbálni Párkányi Rékát megelőzni a ráúszásnál, eddig Párkányi Réka nagyon magabiztosan hozta a labdákat, nézzük az utolsó negyedben is így lesz-e. Párkányi Réka ismét viszonylag magabiztosan elhozta ezt a labdát, és az egriek a vezetésért támadhatnak. Molnár Daniella centerben, nagy küzdelemben Antalóci Dorkával, közben 9-essel egy nagyon szép beindulás, nagyon nagy labda és egy csodálatos gól. Kékesi Borbála levált emberéről megkapta a paszt, és önzetlenül Molnár Daniellának még ezt átadta, aki az üres kapuba behúzta a labdát. Egy szép egri akció után 5-4-re vezetnek ismét a hazaiak. Nagyon szépen csuklóból átteszi a labdát, és hátulról hiába üt még oda ötössel Vasari Julianna, már a gólt nem tudta megakadályozni, egy távoli lövéssel próbálkoztak. Vasari Julianna lövése azonban nem ért el a gólvonalig, a kapus hárított ezt a lövést, és az egriek Párkányi Réka lévén már támadásban, Molnár Daniella hátul, nincs rajta ember, és távoli lövését kis Emőke nagyon magabiztosan fogja. Talán le tudnak fordulni, de nem tudnak lefordulni a vendégek, Vasari Julianna a labdával. Megoldotta. Egy gyönyörű szép ejtéssel megoldotta, bár többen voltak az egriek hátul, lehet is látni, már 4-3-ba védekeztek. Kicsit későn váltott ki rá 11-esben Bors Ilona,
és Vasari Julianna egy szép ejtéssel bevette Túri Dorottya kapuját, ismét egalizált a Győr, 5-5 a mérkőzés állása, amikor 4 perc van már csak hátra a találkozóból. Újabb egri támadás, Molnár Daniel a centerben, szabaddobást harcol ki Antalóczi Dorka szorításában. Bódi Fruzsina hátul a labdával, Molnár Daniel a nagy küzdelemben van bent. Centerben 11-essel Borsi Ronát faltolják meg, aki egy váratlan lövésre szánja el magát, de ezekkel a lövésekkel kisemőkét nem tudják ma meglepni, úgy néz ki. Nagyon magabiztos a vendégek hálóőre. 5-5-nél támadhatnak a vezetésért, és Vasari Julianna lövése a kapufán csattan. Kapufán csattant a lövés, marad az 5-5. Nagy birkózás Párkányi Réka és kis Farkas Adél között, és Molnár Daniella Vasari Juliannából bent centerben. Ugye a vendégek ötösének már 2 hibája van, azonban mire ezt kimondom, 10-essel Bódi Fruzsina beveszi az ellenfél kapuját, és 7-5-re vezetnek az egriek, mivel ez a gól 7 méteren kívülről esett, így 2-t ér. Nagyon jól helyezett lövés volt, talán egy kicsit váratlan is, Bódi Fruzsina tökéletes megoldást választott, és 2-re növeli csapata erőnyét 3 perccel a vége előtt. Azt gondolom, hogy ez egy nagy lépés lehet a bronzéren felé, ez a gól az Egernek. Kuruc Katályéknak kapaszkodni kell. Gólkényszerben úgymond a vendégek, nekik most már, ha egy pontosokkal, egy gólokkal akarnak felzárkózni, akkor minimum 2-szer be kellene venniük az ellenfél kapuját. Egy csavar Vasari Juliannától, de ezt leblokkolta Bódi Fruzsina, és fordulhatnak az egriek. 9-essel Kékesi Borbálánál a labda középen. Nagyon szép szerelés. 10-essel Bódi Fruzsinát ketten is megtámadták, és végül Antalóczi Dorka ütötte el a labdát. Egy lefordulás a vendégeknél. Vasari Julianna nem viszi közelebb. Megkapta a labdát, lefordult, és bevágta Túri Dorottya kapujába, Vasari Julianna góljával, tehát 7-6 az eredmény, 2 perc, 29 másodperc van még hátra. Nyílt a találkozó természetesen, itt még bármi megtörténhet. Bódi Fruzsinánál a labda, most próbál meg ott pozíciót fogni Gádi Zsófia, és Párkányi Réka Farkas Adél ölelésében egy faltot tud kiharcolni, jól védekezett rajta a vendégek kettese. 7-esben Hornyák Stella, Bódi Fruzsina ismét messziről megtámadják. Nagyon szeretné azt a faltot, de ez kontrafalt lesz talán, még az sem. Egy másodperc lövés, elszáll a kapu mellé a labda. Nagyon faltot akart kiharcolni, amit a játékvezetők természetesen nem adtak meg neki, így a döntetlenért, vagy egy távoli bombával a vezetésért támadnak. 1-50-nél a győriek. Vasari Julianna és kiállítást harcol ki. Lesz-e időkérés? Kutasi Róma már mutatja is, hogy időt kér. Kutasi Rómeó időt kér. 7-essel Hornyák Stella hagyja el a medencét. Vasari Julianna harcolta ki ezt az emberelőnyt, és úgy érzi Kutasi Rómeó, hogy egy kulcsfontosságú pillanata ez a mérkőzés, neki kéri idejét. Amennyiben ezt belövik a győriek, akkor döntetlen az eredmény állása, és már csak 1 perc 46 van hátra ebből a negyedből. A vendégeknél Vasari Juliannának van 2 hibája, ha jól látom a táblán, az egrieknél pedig 1 hibával vannak többen is. Ebbe az 1 perc 46 másodpercbe valószínűleg már nem fog kipontozódni nagyon senki egyik oldalon sem. Tehát egy kulcsfontosságú emberelőny a győriek részéről, elmondta Kutasi Rómeó, hogy mit szeretne a lányoktól. Visszakapni egy pár másodperc múlva, nézzük, hogy ezt a győri lányok hogyan tudják megvalósítani. Kuruc Kata, Vasari Julianna, Horváth Adrien, Farkas Adél és Antalóczi Dorka, ők próbálnak meg egalizálni az egrieknél, ketten is beállnak a kapuba, kimegy a labda a kapásra, és becsúszik Molnár Daniel a keze mellett, hát talán, ha nem húzza el a kezét, akkor ez kiblokkolta volna ezt a lövést. Kuruc Kata volt, azt ha jól láttam. Pontosan annyi hely volt, hogy ez a labdot elcsusszant a védő és a kapus között, így egál 7-7.
Bódi Fruzsina megpróbált rögtön egy két góros vezetést kiharcolni, azonban távoli lövése az ismét csak elakadt Kisemőkén. Kisemőke nagyon, nagyon magabiztosan védi ezeket a lövéseket, ezt az egyetlen egy távoli lövést leszámítva, és a győriek a vezetésért támadhatnak. Két gólos hátrány volt még az előbb, és ezt gyorsan ledolgozták. Kuruc Kata forra víz bent Hornyák Stellával. Kuruc Kata harcol ki egy szabad dobást, Farkas Adél fog itt beindulni. Farkas Adél nagy csatában Varga Dominikával, de megkapja a labdát, nem kapja meg a labdát, ez rossz ez a passz, le fog járni az idő, le is járt, így egy-egy támadás még a csapatoknak, 58 másodperc, mind a két csapatnak még legalább egy-egy támadás. Párkányi Réka lefordult közben, és kapufás gól beejtette gyönyörű szépen Párkányi Réka találatával, aki a mérkőzés egyik legjobb játékosa véleményem szerint. Párkányi Réka találatával ismét előny a mérkőzés legvégén a győrieknél, így, hogy 53 másodperc maradt, így még lesz egy próbálkozása az Egernek, hogy bármi történik. Hát ezt Vasari Julianna úgy gondolta, hogy távolról megpróbálja. Lehet, hogy jobb lett volna egy kapus felhozatallal két gólos, vagy két pontos gólt szerezni. Az Egrieknél a labda. Nem sok ideje marad majd a vendégcsapatnak arra, hogyha fordítani szeretnének. Egy falt. Párkányi Réka üresen, Párkányi Réka, és ezt kíméletlenül bevágja a rövid sarokba. Négyes számú Horváth Adrien egy picikét lemaradt róla, ezt kihasználta a vendégek, a hazaiak hármasa. Az egriek 9-7-re vezetnek, 26 másodperc. Hát itt talán egy kapus felhozatallal van még valami remény 26 másodpercre a vége előtt, de kicsikét lassan indultak el azt gondolom a győriek, és nem biztos, hogy sok idejük lesz már arra, hogy ezt meg egy távoli lövés, talán 11-essel Antalóci Dorka visszaadja ide a kapusnak, ki megkapja a labdát, Kisemőke, és mellé ejti ezt a próbálkozást, így végérvényesen eldőlt, hogy az egriek nyerik a bronzot, még Párkányi Réka az üres kapuba egy kapufás góllal stílszerűen lezárja a mérkőzést. Szoros csata után az egriek végül 10-7-re, ha ez két pontos volt, akkor 11-7-re, így van, 11-7-re megnyerték ezt a találkozót. Nagyon jó mérkőzést láthattak a nézők, azt gondolom végig szoros volt a csata, ez a négy gól a végén igazából nem tükrözi a mérkőzés képét. Meg volt a lehetősége a Győrnek is, de nem tudták átvenni a vezetést a mérkőzés folyamán egyszer sem. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet a bronzmeccsen, és nem sokára a döntővel folytatjuk.